Először is a miniszterelnök úr üdvözletét. Bocsánat. Hagyj adjam át neked, meg a jó kívánságért. Jó egészséget kíván neked. Orbán Viktor személyes jó kívánságát tolmácsolta Ács Rezsőnek Lázár János. Az építési és beruházási miniszter szerdán látogatott el a Tolnai megyeszékhelyre. Programja részeként elsőként a megyei város vezetőivel egyeztetett a már folyamatban levő beruházásokról. Arra felé van egy tömörraktár, ez képtem a magasan 700 méter. Oda megy a levéltár. Ezek a felvételek már az épülő tudásközpontban készültek. A szaktárca vezetője személyesen tekintette meg a 2023 elkészülő kulturális létesítményt. Az uszodába is ellátogatott a miniszter. Lázár János ott arról beszélt, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel már egyeztetett arról, milyen feltételekkel veszi át az állam a beruházást. A miniszterelnökkel tegnap délután beszéltem, és abban maradtunk, hogy a kormány előtt terjesztjük Orbán Viktor javaslataként, hogy a szekszárdi beruházást, az uszoda beruházást vegye át a magyar állam, a hozzám tartozó beruházási ügynökség vegye át a megvalósítását, tehát az építési minisztérium fogja befejezni az építkezést, és amikor az építkezés készen van, legalább még egy-másfél évnyi munka van hátra, tehát 2024 tavaszára tudjuk garantálni, hogy a beruházást befejezzük, akkor ez a beruházás maradjon állami tulajdonban és állami üzemeltetésben. Lázár János arról is beszélt, áttekintették a legfontosabb szekszárdi beruházásokat, és a még tervezés alatt állókról is egyeztettek. 23-ban befejeződik minden folyamatban lévő beruházás, bölcsődefejlesztés, óvodafejlesztés, a tudásközpontnak a fejlesztése, illetve az ipari park fejlesztése, amely egy nagy gazdasági lehetőség Szekszárdvárosa számára. 24-ben meg fogjuk építeni az uszodát és átadjuk a közhasználatára ezt a létesítményt, úgyhogy az állam tartja fönn és az állam működteti. 26-ra pedig a szülészeti nőgyógyászati osztályon is létre kell hozni az új osztályt és az új egységet. Azért jöttem, hogy a miniszterelnök megbízásából a jó kívánságok és a jó egészség kifejezése mellett erről biztosítsam és erről tájékoztassam Szekszárd minden polgárát. Horváth István Szekszárd országgyűlési képviselője azt emelte ki, az egyik legfontosabb cél, hogy a helyi kórház járóbeteg ellátását nyújtó épülete is teljesen megújuljon néhány éven belül, valamint az úthálózatot is fejlesszék. Ezeket a beruházásokat is szeretnénk megerősíteni. Volt szó arról, hogy milyen infrastruktúrális beruházások vannak a városban. Hamarosan elindul a Keselési útnak a felújítása egy kerékpársávval egészen a Duna töltésig, ez is egy fontos infrastruktúra beruházás. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere arról beszélt az egyeztetések után, hogy a Tolnai megyeszékhelynek a korábban tervezetnél is fontosabb szerep juthat a paksi atomerőmű bővítése során. Mi a paksi atomerőműnek a háttérbázisa leszünk, gyakorlatilag az ott élők és az ott dolgozók is jöhetnek Szekszárdra. Ez a szabadidő hasznos eltöltése terén, és hát teljes mértékben az egészségügyi háttér egyértelmű biztosítása. Ebből profitál Szekszárd is, és a környéknek a lakossága, úgy mondhatnám, hogy inkább a megye. A szekszárdi uszoda ügyét várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány. A beruházás átvételére ezt követően kerülhet sor.